A nagymányoki fúvózenekar tagjaiból álló kamara együttest hallják. A sor végén jobbra, a klarinétnál Kanzler Gabriella áll. De most nem azért gyűltek össze a kíváncsiak, hogy a zenei tehetségét csillogtassa a társai segítségével. Gabi a muzsikálás mellett a képzőművészettel is jó barátságban van. Nagymányokon bevett szokás, hogy aki tehetségesnek látszik valamiben, az megmutathatja azt a közösség előtt. Ezzel a kezdeményezéssel is erősíteni szeretné a település az összetartozás élményét, lehessenek büszkék saját településük fiataljaira. Gabi már mindennapjaiban Pesten él, gyógypedagógusként dolgozik. Tulajdonképpen már gyerekkorom óta szerettem rajzolni, viszont így az elmúlt 2-4 évben foglalkoztam ezzel így bővebben Budapesten, így szabadidőmben főként. Szintén gyerekként kezdtem el tarulni, klarinétozni, aztán a 4. osztálytól a nagymányi fúvószenekar tagja lettem, és így szerettem meg a zenét, és onnan lettek barátaim, és most felkértem őket, hogy erre különleges alkalomra tartsanak velem, és zenéljünk együtt. Nekem ez az első, nem gondolkodtam ilyesmiben soha, csak barátaim meg a családom bíztattak, hogy próbáljam ki, hogy mányokon van egy ilyen lehetőség, és vettem most a bátorságot, és kipróbáltam magam. Ki más is hívhattak volna a tárlat megnyitására, mint Gabi egykori tanítónéniét, Bauer Imrénét, aki egész korán meglátta a szunnyadó tehetséget a fiatal hölgyben. Mindig szívesen dolgozott, mindig szép munkákat adott ki a kezek közül, és mindig motiválta, inspirálta többieket is. Én remélem, hogy tehetséges. Nagyon sok tanítványom került már fókuszba. Volt, aki könyvet írt, volt, aki a rajzzal, volt, aki énekelt. Tehát nagyon sok, és nagyon büszke vagyok rájuk. Boldogsággal a szívemben, és remélem, hogy a Gabi útja nagyon-nagyon szép lesz, és amiben belevág, az sikerülni fog neki. A művészet bármely formája hathat egy másikra. Így van ezzel Gabi is. A tánctól a zenén át a képzőművészetig mindegyfajta önkifejezés, amit szóban mondjuk nem tudunk elmondani, és ilyen szinten igen, ahol éri az embert, akár a zenén keresztül, akár rajzon keresztül, ott ki tudja fejezni önmagát. Talán az absztrakt formákból. A legtöbb, illetve a számomra kedves képek azok mind színesek, és a zenében is azt szeretem, hogy nagyon, nagyon változatos lehet. Volt már olyan, hogy muzsikálás közben jött meg egy alkotás alapgondolata, meséli. Ha zenét kell hallgatni, elsősorban klasszikus muzsikát részesíti előnyben, de persze kedv kérdése a dolog. Van, hogy kemény rock szól otthon, és olyan is, hogy a gyerekdalok vagy filmzenék miközben alkot. És hogy mi inspirálja arra, hogy ceruzát ragadjon? Sokszor a szenvedés valahogy, hogy ez segít kifejezni olyan dolgokat, amit amúgy nehéz lenne, és hogyha egyedül vagyok, akkor segít ezeknek a dolgoknak az áthidalásában. Uh-huh.